Nagyon durva. Hát, ez valami pince lehetett. Nagyon hűvös van. Oda be sem merek menni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Békés megyében, pontosabban Kondoroson, és egy kastélyt szeretnénk nektek bemutatni. Na most annyit érdemes tudni, hogy itt nem messze tőlünk pár száz méterre, a Kiscsákó térségében is van egy kastély, de az jelenleg magánterület alatt áll, így belépni tilos. Csak egy képet tudtam elkészíteni messzi távlatból a kastélyról, illetve a lezárt helyről. Viszont itt nem messze tőle, Kondorosnál van a Batthyány Geist kastély, ezt szeretném most veletek bejárni, tartsatok velem! Hát itt is vagyunk, viszont mellékesen megjegyezném, hogy pokoli meleg van, halljátok, így 33 fok tuti, hogy van. Már itt egy ilyen tárba fogad minket. Üdvözöljük kedves látogatóinkat a megújult Kondorosi Batthyány Geist kastélykertben. Egyébként, ahogy látjátok, a térképen is nagyon nagy terület. Úgyhogy kezdjük is bejárni szerintem, mert én így szétnéztem, és hát eléggé nagy, mit ne mondjak. Azért így egy picikét eléggé olyan szellemépület. Azért akármikor jövök ilyen helyekre, mindig kicsit parázok, nehogy azért valamivel összefussak. Hát nézzétek. Ez a felső gerenda. Nem hiszem, hogy a padlásról fel kell mennünk. És ismételten egyébként annyira olyan állapotban van, hogy hát egy kicsikét paráznák is egyébként felmenni. Azt nem mondom, hogy bármelyik pillanatban rám omolhat, de... Viszont nagyon hűvös helyet ad, tehát már egy picikét olyan hűs a levegő. Most várjátok, mert próbálunk egy kis fényt csinálni, lehet, hogy sötétebb helyre megyünk. Hú, de most jól lehet tudni, hogy itt mi lehetett. De szerintem valamilyen kis, nem tudom, lehet, hogy itt főztek, nem tudom, nem teljesen értek ezekhez, de úgy látom, mintha valamilyen kályhaszerűség lenne. Nagyon nagy hely egyébként, mire ezt körbejárjuk. Nagyon hosszú videó lesz ez. Na, menjünk is tovább. És egyébként kívülről nagyon csodálatos, tehát nézzétek csak meg. Nem mondom, hogy egy urbex féle videó fog következni, de mondhatnánk azt is. Ugye urbex, azt mindenki vágja, hogy a ilyen elhagyatott területeket, kastélyokat szokott megnézni. És amit látjátok, ezt akartam megmutatni, ezt a gyönyörű szép kertszerűséget. Amarra távlatban van pad. Hát szerintem menjünk így vissza. Nagyon nagy terület, és oda nézzétek. Gyönyörű. Még így is. Ilyen elhanyagolt állapotban. Viszont nagyon kevesen tudnak erről a helyről, hiszen ugye még az egy dolog, és nézzétek csak úgy visszafele. Még az egy dolog, hogy gyakorlatilag majdnem az Isten háta mögött található. Tehát Békés megye Kondoros, és ugye kettő kastély, ezt már a videó elején elmondtam, kettő kastély található, az egyik magánterület miatt le van zárva, ez pedig szabadon látogatható. Hát nem is tudom, hol kezdjük, mondjuk menjünk be ide. És nézzétek meg, ez ilyen szökőkútszerűség. Hát el tudom képzelni, hogy hogy nézhetett ez ki egy jó 100 évvel ezelőtt. Nagyon csodálatos. Még egyébként most is ki lehetne ebből hozni valamit. Valami eszméletlen jó feeling. Most figyeljetek, ide állok így a szökőkút elé, és most képzeljétek el, hogy ez a szökőkút működik, és maga az épület pedig gyönyörűen megvan
csinálva. Mondjuk nem ez a fal várna, hanem működne a szökőkút, és teljesen felen újítva ez a hely. Elképesztő, nagyon tetszik. Én nem is tudom őszintén, nem is tudtam, hogy itt Kondoroson ilyen hely található. Nem szoktam kitérni a videóban rá, de egyébként én Békés megyében születtem. Orosházán és Nagyszénáson nőttem fel egészen 30 éves koromig, tehát nekem ez szülő megye, meg számít. És nézzétek meg itt. Hát azért már jó pár falfirka azért. Falfirkával ki lett dekorálva. De hogy ez hogy nézhetett ki? Mondjuk abban az időben, hát el tudom képzelni. Valami gyönyörű. És ez nagyon jó állapotban van fent. Szerintem ezt lehet, hogy most újították. Azt a mindenit, halljátok mekkora. Hát, ha így felújítanák, el tudnám képzelni, hogy a hátralevő életemet azt itt élném le. Ha persze még egy picikét azért jobban megcsinálva. Hatalmas. Maga ez a nagy épület, látjátok. És látszik is, hogy ezt most újították fel. És ugye még ezen kívül a másik kis épület, amit már az előbb bejártunk. Viszont még egy picikét visszajövünk, megnézzük, hogy ez mi. De szerintem ez csak a lezárás. Ja igen, omlás veszély. Hát igen. Gyakorlatilag az életemet kockáztatom ismételten ezzel a videóval. Bármelyik pillanatban rám omolhatna valami. És oda nézzetek milyen. Ez durva. Viszont nagyon nagy tér. Nem mondom, hogy szoba. De... hát mit mondottam? El tudnám képzelni, hogy a hátrevő életemet itt éljem le. És akkor még megnézzük itt. Erre még nem voltunk, nem jártunk. Szerintem galambok által biztos, hogy jó terület, ahogy hallom. Nocsak, vannak is. Nézzétek csak! Odafészkelték be magukat. Hát fantasztikus. Egyébként, na most ez. Maga ez a nagyon régi. Ez a nagyon régi tervezés. Jó lenne megtudni. De egyébként ez már egy-két kastélyos videómban elmondtam, hogy jó lenne megtudni, hogy itt mondjuk mi volt annak idején. És fel is tudnánk menni a padlásra, és fel is fogunk. Na most még egyet megmutatok, ezt nézzétek meg. Maga az épületnek a hátulján ez a látványfogad, aztán még ott arra van egy távolabb, azt is be fogjuk járni, illetve a parkszerűség, amiről beszéltem. Ugye nem tudom, ott látjátok, ilyen kis kiülős rész. Fantasztikus hely. És ugye szabadon látogatható, ez a legfontosabb. És a második nem, és ezt nézzétek meg, milyen szép. Vagy milyen lenne,
ha egyébként teljesen fel lenne újítva. Most még visszamegyünk, felnézzünk a padlásra, aztán megnézzük a két másik kettő kis épületet, és nagyjából ennyi is lenne a videó, jó hosszú videó. Vágni azért nem szeretnék, tehát egy az egyben így le fogom adni nektek a videót, vágni nem nagyon szeretnék, mert szerintem ezt nem kell. Nézzétek, ez is valami. Hát inkább fürdőne gondolnák valami, csempékből adódóan. Fürdő, vagy konyha, nem tudom. És ez nagyon durván el lehet tévedni. Azt sem tudom, hogy erre jártam-e már. Hát ugye ez nem a balatonedericsi elátkozott szellemkastély, ugyanis erről a helyről nem nagyon olvastam olyan dolgokat, amik miatt parázni kellene. Egy az egybe, egy a parázás, nehogy ránk múljon valami, de azért látszik, hogy azért elkezdték ezt valamilyen szinten karbantartani, viszont a padlásnál azért kicsikét vigyáznunk kell. Vissza is megyünk. Azt sem tudom egyébként, hogy ez mennyire bír minket, ez a lépcső. És nagyon jó lenne, ha nem szakadna be alattam. Már csak ezért is. Tehát ez sem volt valami jó állapotban. És itt fent, azt halljátok. Komolyan, ez itt térkép kell, és ugyanaz. És viszont, ami jó dolog szerintem, hogy nincsen teljes mértékben lelakva olyan szinten, hogy nem nagyon látok. Azért biztos, hogy egy jó pár fiatal azért idejött piázgatni, de nem olyan durva, mint az edericsi. Na most még azt az épületet fogjuk majd a videó végén még utána megnézni. Hát nagyon öreg fa lehet. Egyébként ez a Batthyány fa, amelyet az első felelős magyar miniszterelnök gróf Batthyány Lajos ültetett. És itt van. Egyébként. Ez a szökőkút, ez nekem baromira tetszik. Na jó. Most megnézzük a másik kis épületet, benézzünk még oda is. Ugye, amit mondtam, ez. Ezt nézzétek meg! Anya! Majdnem csúnyát mondtam. Hűhajátok! Nem merjek menni? Mi lehet itt? És teljesen be van. Benőtte a borostyán, vagy nem is tudom. Azt a mindenit! Hú! Kísérteties, halljátok! Nagyon durva. Hát, ez valami pince lehetett. Nagyon hűvös van. Oda be sem merek menni. El tudom képzelni jó boros pincét. Na tudjátok, meg egy jó kellemes 24 fok, tuti, hogy van itt. Kint meg 34. Nagyon szép, és nézzetek még innen is. Iszonyú nagy terület. Ugye szint úgy, omlásveszély, figyelmeztetés. És ez már egyébként eléggé jó állapotban van, így a fal. Majdnem úgy néz ki, mintha egy ilyen régi öreg házba mennék be. És nézzétek meg itt,
Ez már kb. Olyan állapotban van, hogy csak egy festés kellene. Fent is nincs beomolva a mennyezet. És szint úgy. Azt a mindenit. És még erre is van. És ez a dohos szag, megmondom őszintén, mint hogy visszamentem volna egy 100 évet az időbe. Hát, ez az épület ennyi lenne. És még mindig van egy ilyen kis kápolna-szerűség. Na de hát ez a park, ez elképesztő. Én nem tudtam, hogy itt Kondoroson ilyen értékeket őriznek. Azt meg főképp nem, hogy szabadon látogatható. Ezt nem tudtam. És nézzétek meg, hatalmas park. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem, hogyha ezt az épületet még egy picikét többet áldoznának rá, de még esküvői helyszíneken is fantasztikus lenne. Most komolyan. Ekkora parkok, a virágok egyébként is már azért csodálatosak. Még így is, hogy egy picikét azért nagy a fű. Na most még az, amit meg akartam volna nézni, illetve ez a kereszt. És ezt figyeljétek, ez is egy bejárat, ez a másik. Tehát nézd meg, mint a filmekben, bejössz autóval, két oldalt, fák, lekanyarodsz, és ez a látnivaló. Meg a mögöttünk álló nagyobb épület. És ezt a keresztet nem tudom hova tenni. Semmi nincs ráírva. Na mindegy. Illetve ez, amit már egyébként jó pár száz méterre arrébb is észrevettem. Nézzetek csak. Valószínű, hogy 1832-től 1905-ig Szapáry Gyula 890 és 892 között Magyarország miniszterelnöke, Tomcsányi József Békés vármegye főispánja. Valószínű, hogy ezeknek az embereknek a tetemei lehetnek itt eltemetve szerintem. Tisza Lajos 1879 és 1883 között Szeged újjáépítésének királyi biztosa, majd miniszter. Báró Wenckheim László, nagybirtokos, gróf Andrássy Aladár, és nagyon sok ilyen kő. Desefi Emil, báró Podmanicki Frigyes, országgyűlési képviselő, a fővárosi közmunkatanács elnöke. Báró Ötvös József, nagyon sok, hát ennyi. Na most, nem hinném, hogy ez nyitva lenne, de nézzük meg, hát a szerencsénk van. Hát ez zárva. Legokucskálunk. Ez végeredményben ilyen kis kápolna-szerűség. Figyeljétek, ott. És ez a hatalmas terület, ez valami elképesztő. De most nem tudom, hogy milyen hosszú videónál tartunk, de még mindig lenne egy hely, ahol nem jártunk, és szerintem, hogyha már egyszer itt vagyok, meg fogom nézni. Az. Még oda be akarok nézni. Aztán ennyi volt. Azt a mindenit. Na most itt van még a padlás,
nem biztos, hogy szerencsénk lesz, de megpróbáljuk. Viszont itt már nincs olyan hűvös. Sőt. És szerintem annyira tovább nem is fogok menni. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Ha gondoljátok, akkor látogassátok meg ti is. Kondorosnál található, de minden bővebb információt az interneten találtok róla. Találkozunk legközelebb is, és ne felejtsétek el a többi videóimat is megnézni. Sziasztok, legyetek jók és vigyázzatok magatokra!